csapatként nyertük meg ezt a mérkőzést, sok helyzetünk nem volt, de hozzá kell tenni, hogy azért az Újpestnek se volt olyan kimagaslan nagy zicsere, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a védekezéssel is megfelelő taktikával tudtuk megnyerni ezt a mérkőzést, amire óriási szükségünk volt, hiszen a negyedik fordulóta nem nyertünk otthon, úgyhogy nagyon örülök, hogy így tudtuk kezdeni a visszavágókat. Ez egy csapat siker volt, úgyhogy boldogok vagyunk. Véleményem szerint nagyon egyben volt a csapatvédekezés, a csapatvédekezése. Azt mondom, mindenki hozzátette a magáit védekezésben. El kell ismerni, egy kis szerencsénk is volt, de ugye az mellé áll a szerencse a futballban, akit ezt is érte. Mi tettünk elég sokat, mert rengeteget futottunk. Mondom, nagyon jó helyeken voltunk, úgyhogy sikerült 1-0 nyerni. Azért az Újpest dominálta a mérkőzés nagy részét. Ugye egy második gólon eldönthettük volna a mérkőzést, erre meg volt a lehetőségünk a végén, hiszen kinyílt az Újpest, de annak ellenére szerintem, amit a hátsó négyesünk, illetve ugye a Vasárdi, Séfer, Andris, akár a Sanyi elől védekezésben művelt, az szenzációs volt, úgyhogy abszolút mindenki oda tette magát, és ennek köszönhettük ezt a sikert. Csereként léptél pályára, ráadásul azért elég agilisan is, hiszen voltak helyzeteid. Mennyire volt meg benned a bizonyítási vágy egy korábbi csapatoddal szemben? Úgy különösebben nem igen foglalkoztam vele meccs előtt. Szép fél évvel töltöttem el Újpesten, de ez már a múlt. Most ugye itt vagyok az MTK-nál, most ezért kell harcolnom az MTK sikereiért. Nyilván az ember, hogyha csereként áll, mindig van benne bizonyítás, vagy bennem is volt, van. Úgyhogy bízom benne, hogy a következő mérkőzésen többet tudok játszani. Természetesen ez nem volt közömbös számomra, hiszen Újpestben mutatkoztam be az első osztályban, amire nagyon büszke vagyok. Nyilván azóta sok mérkőzést játszottam az Újpest ellen, úgyhogy azért nem új dolog volt ez. És már korábban is sikerült betalálnom, úgyhogy örülök, hogy ez most is sikerült. És az, hogy ez 3 pontot érte, az meg csak haba tortán. Úgyhogy bízunk benne, hogy így tudjuk folytatni. Kanta József ugye eltiltás miatt nem játszott ezen a mérkőzésen. Az ő hiányát mennyire érezte meg a csapat a pályán? Hát természetesen a Józsi azért a klubnak a legendája, és egy fantasztikus játékos most is, úgyhogy nyilvánvalóan éreztük a hiányát. Ugye nem tudtuk annyit birtokolni a labdát, nyilván, hogyha ő a pályán van, akkor ez jóval több lehetett volna. Úgyhogy azt gondolom, hogy örülünk, hogy 3 ponttal sikerült a hiányát pótolni. Várjuk vissza jövő héten, hiszen nagyon szüksége van rá a csapatnak. Jelen pillanatban a második helyen álltok a tabellán, de ugye hetek óta ott vagytok a dobogó körül. Ez lehet a realitás, vagy a vártnál jóval jobban teljesít az MTK? Hát nehéz kérdés, mert ebben a 12 csapatos bajnokságban nagyon kis különbség van a csapatok között. Én azt gondolom, hogy a csapatban benne van a jó szereplés, mindenképp a felsőházat célozzuk meg, és ennek megfelelően megyünk ki minden mérkőzésre. Az, hogy ebbe az első 6 helyben majd mi jön ki, azt majd meglátjuk. Mi szeretnénk mindig a következő mérkőzéssel foglalkozni, és a dobogó közelében maradni, amíg tudunk. Így jött most ki a lépés, hogy itt a dobogó körül tudunk lenni, de mondom, benne van a csapatban a meglepetés, úgyhogy készünk a következő mérkőzésre, és nem igazán szeretnénk itt a jövőben tervezgetni. Minden meccset meg akarunk nyerni, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég majd. Ugye említetted a következő mérkőzés a bajnokságban, hogy pont a egyik bajnok esélyes a Ferencvároshoz látogattok. Ott is okozhat meglepetést a csapat? Szerintem igen, mindenhol képesek vagyunk meglepetésre. Meglátjuk, hogy mi lesz a következő mérkőzésen, nem szeretnénk még jóslatokba belemenni. Erre készülünk természetesen. A Grupamában sok csapat nem szokott nyerni. Azért mi szeretünk sorozatokat megdönteni, ugye szombaton is mi nyertünk először. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ez jövő héten bekövetkezik. Hát van miért revansot venni. Igazából az első 11 kör után két dolgon szerettünk volna mindenképp változtatni. Az egyik a hazai pályát. Az, hogy hazai pályán ugye nem tudtuk megnyerni a mérkőzéseinket. Ezen mindenképp szeretünk volna változtatni, ugye örülünk, hogy ez sikerült az első fordulóban győzelemmel kezdeni. A másik pedig nyilván a második fordulóban elszenvedett 4-1-es vereség az örökrangadón. Úgyhogy azt gondolom, hogy az egész csapat kettőzött erővel fog küzdeni, és mindent meg fogunk tenni a 3 pontért.